Kedves hallgatók, most folytatjuk a gyomor-béltraktus szöveti szerkezetének a tárgyalását. Ebben az előadásban a belek szöveti szerkezetével fogunk megismerkedni. A bélcsatorna vékony belekből és vastag belekből áll. A vékony beleknél is több szakaszt különítünk el. Duodénum, jejunum, íleum, ezekről a makroszkopos anatómia során majd fognak részletesen hallani. A vastagbél is több szakaszból áll, de szöveti szerkezetét tekintve elég egységes felépítésű. Ezen a sémás rajzon lehet azt látni, hogy melyik bélszakaszon nagyjából mik a jellegzetességek, de itt is, de az egész bélrendszere jellemző ugyanaz a négy rétege a falnak, amit már a gyomornál is, illetve a nyelőcsönél is megismertünk. Tehát a legbelső réteg az mindig egy nyálkahártya, ezt tunika mukózának hívjuk, ami itt is egy hámból, az alatta levő kötőszövetből és a muszkuláris mukózéból áll. Az egész bélrendszere jellemző, hogy a hám az egyrétegű, egymagsoros kutikulás hengerhám, függetlenül attól, hogy vékony bélről vagy vastag bélről van szó. És hát, mint mindig az egyrétegű hámok esetében nagyon sok tight junction van a sejtek között, ami diffúziós bárierként szolgál. A lamina propriának az a jellegzetessége, hogy mirigyeket tartalmaz, amiket itt Lieberkühn kriptáknak hívunk. Ezek egyszerű tubuláris mirigyek, és szintén a vékony bélben és a vastag bélben is megtalálhatóak. Egyébként a lamina propria az itt is egy lazarostos kötőszövet, és a vékony belek területén kitüremkedéseket mutat, amik hámmal vannak nyilván fedve, ezeket bélbolyhoknak hívjuk. A muszkuláris mukózé alatt következik itt is a szubmukóza, tehát ez a réteg látszik itt a ilyen halvány sárga színnel, ami jellemző a szubmukózára, hogy redőket bocsát a felszín felé. Ezeket most ezen a keresztmetszeti képen nem látjuk, de majd a későbbiekben beszélünk ezekről is, illetve bizonyos bélszakaszokon egyéb jellegzetességeket is látunk majd ebben a rétegben. Az izomréteg az itt is, ugyanúgy, mint a nyelőcsőben, illetve a gyomorban, egy belső körkörös és egy külső hosszanti sima izomrétegre tagozódik, és itt is látjuk a két izomréteg között a plexus mientericus idegsejtjeit, illetve a szubmukózában itt is jelen vannak a plexus submukózus sejtjei. Tehát a bélidegrendszer az természetesen itt is végig megtalálható, de erről külön most nem fogok beszélni, a gyomor előadásban erről volt szó. A legkülső réteg az változhat, mert a belek egy részét borítja a hashártya, például a jejunum és az íleum területén erről van szó, tehát itt tunika szerózát fogunk találni mezotéllel, viszont a vastagbél és a duodénum esetében ezeknek a bélszakaszoknak vannak olyan részei, amelyeket nem borít be a hashártya, ezért ezeken a területeken a tunika adventiciát fogunk találni, ami egy lazarostos kötőszövet. Nézzük meg először a vékony belet részletesebben. Itt lehet látni egy sémás rajzot, illetőleg egy hematoxilineozinnal festett metszetet a vékony bélből. Láthatjuk a nyálkahártyát, ami egy kicsit ilyen bazofilabb megjelenésű mindig. Ez a fekete szaggatott vonal jelöli a határt a mukóza és a szubmukóza között, és itt egyből ki is emelném, hogy a vékony belekben megtaláljuk a nyálkahártyának ezeket a kitüremkedéseit, ezeket bélbolyhoknak, vagy latinul villi intestinalisnek hívjuk, amiknek a tengelyében a lamina propria kötőszövetét látjuk. Az elsődleges szerepük a bélbolyhoknak a felszín növelése természetesen.
A nyálkahártya alsó részében találjuk a Lieberkühn kriptáknak, vagyis ezeknek az egyszerű tubulózus mirigyeknek az átmetszeteit. Itt a piros szaggatott vonal mutatja nagyjából a bolyhok és a kripták közötti határt. A kripták azok egyébként mindig két szomszédos boholy közé nyílnak. Amit még szeretnék kiemelni, hogy a bolyhok gyakran keresztmetszetbe kerülnek be a meccési metszeteinkbe, hogyha a meccési sík úgy találja el őket, akkor ez is gyakran előfordul. A szubmukózával kapcsolatban megemlíteném itt újra a redőket, ami itt most jól látszik egy redő ezen a hematoxin evozina festett képen. A redő az mindig a tunika szubmukózának a kitüremkedése, ellentétben a bohóllyal, ami a lamina propria mukózé kitüremkedése. Ez egy fontos különbség a kettő között. Ezen a sémás rajzon is egyébként látjuk a redőket, és ez tovább növeli a felszínt. Aztán a belső körkörös és a külső hosszanti izomréteg látszik még, és itt, mivel a külső hosszanti sima izom réteg sejtjeit látjuk hosszmetszetben, ezért innen tudjuk, hogy itt most egy hosszmetszetről van szó. Egyébként a redők is mindig csak hosszmetszetben látszanak. Ezeken a sémás rajzokon szeretném még a különbséget azért a bohó és a kripta között kicsit megvilágítani. A bolyhok tehát, mint ahogy a képeken is látszik, ilyen kesztyűszerű kitüremkedései a bélfalnak. Közepében mindig ott van a lamina propria, a lazarostos kötőszövete az abban levő kis érfonatokkal. És hát ezek a méretüket tekintve körülbelül olyan 1 mm hosszú nyúlványok, amiket hát ha nagyon jó a szemünk, akkor látjuk makroszkóposan is. Majd ezt a boncteremben nézzék meg, hogy ha felnyitják a bélfalat, akkor annak ilyen bársonyos a belső felszíne a bolyhok miatt. A Lieberkühn kripták viszont mirigyek, tehát így módon a felszíni hánnak a betüremkedései a lamina propria felé, és hát különböző sejtek bélelik ezeket, ezekről majd beszélünk. És szövettani metszeten is lehet látni, hogy a nyálkahártya felső része felel meg a bolyhoknak, a muszkuláris mukózé felett pedig ugye a nyálkahártya alsó részében látjuk a kriptáknak az átmetszeteit. A bélbolyhokat természetesen borítja a felszíni hám, tehát az említett egyrétegű egymagsoros kutikulás hengerhám. A vékony bél esetében a hámsejteket enterocitáknak is szoktuk hívni, de hát nem szabad megfeledkezni a kehelysejtekről sem. Ezek nagy számban fordulnak elő a hámban, és ezek termelik a felszínt borító a nyákfilmet. A bolyhok strómájában, a bolyhok tengelyében levő stróma, ez tulajdonképpen a lamina propria lazarostos kötőszövete. Amit szeretnék kiemelni, hogy itt a sémás rajz is ez mutatja, hogy itt arteriola, venula átmetszeteket, illetve kapilláris átmetszeteket láthatunk. A kapillárisok fenesztráltak, ami a felszívódás szempontjából fontos. Illetve még van egy fontos képlet, az úgynevezett centrális nyirokér, amit itt ilyen lila színnel látunk, vagy vas kiliferum centrale, ami egy nyirok kapillárisnak felel meg, hiszen a zsírok úgy szívódnak fel, hogy nyirok kapillárisokba jutnak be, nem pedig a vérerekbe. És itt utalnék megint a muszkuláris mukózés szerepére, hiszen ezeknek a sima izomsejteknek a kontrakciója segíti a vénák, illetőleg a nyirokerek ürülését. A mikrobolyhokról már tanultunk az előző fél évben, tehát ez most csak egy ismétlés, hogy ezt ugye hívhatjuk kutikulának vagy kefeszegélynek is. Ezek a fogalmak abból az időből származnak, amikor még nem volt elektronmikroszkóp és fénymikroszkópos megjelenésük alapján nevezték így el ezeket a citoplazma nyúlványokat, tehát itt ugye a sejteknek a citoplazmája boltosul ki, nyilván membránnal vannak borítva ezek a nyúlványok,
tengelyükben aktin filamentumokat, tehát mikrofilamentumokat találunk, amik a citoplazma apikális részében a terminál web nevű struktúrában rögzülnek. Méretüket tekintve olyan 1 mikrométer nagyjából a hosszuk, tehát ezek nem látszanak nyilván szabad szemmel, fénymikroszkóppal azért lehet ezeket már látni, és hát itt a scanning elektromikroszkópos képen is látjuk, hogy milyen sűrűn helyezkednek el egy sejt, akár 3000 ilyen kis nyúlványt is tartalmazhat, tehát a felszínt ezek nagyon nagy mértékben megnövelik. És hát pas festéssel az is látszik, hogy nyákfilmbe vannak ezek beágyazva. Ugye ezt a metszetet is láttuk tavaly, amikor a kehelysejteket tanultuk, hogy tulajdonképpen itt nem a mikrobolyhok pas pozitívak, hanem az a nyákfilm, amiben ezek be vannak ágyazva. Itt ennek a nyáknak egy része ilyen membránhoz kötött mucin, ami különböző glikoproteineket takar, illetőleg hát a membránhoz kötött emésztőenzimek, transzporter molekulák is gyakran szénhidrátban gazdagok, tehát pas pozitívak. És hát fontos ez a nyákfilm a önemésztődés ellen való védelemben is a vékonybél területén. Itt lehet látni ezeken az elektromikroszkópos képeken is, ahogy ezeket a mikrobolyhokat körülveszi a nyák, illetőleg még a mikrobolyhok tetejét is beborítja. Ezt glikokálixnak is szokták hívni. Ez már inkább élettan, hogy a tápanyagok hogyan szívódnak fel. Itt csak arra szeretnék utalni, hogy a fehérjékből lebontódó aminosavak, illetőleg a szénhidrátokból kialakuló monoszaharidok, azok a sejtbe aktív transzporttal jutnak be a bélhám sejtbe, és aztán a fenesztrált kapillárisokba szívódnak fel, ellentétben a zsírokkal, amik ugye, hát ugye trigliceridek először is a bél lumenében monogliceridekké bontodnak le, és aztán ezek viszont passzívan bedifundálnak a hámsejtbe, ahol viszont kialakul újra a trigliceride molekula, méghozzá úgy, hogy kap egy protein köpenyt, hogy vízoldékonnyá válhasson, viszont ezek a molekulák, amiket kilomikron szemcséknek hívunk, ezek a nyirok kapillárisokba fognak bekerülni. Tehát ez a vas kiliferum centrale, amit a bélbolyhok tengelyében mindig látunk, ezek nem a hagyományos nyirok folyadékot tartalmazzák, hanem egy ilyen zsírokban nagyon gazdag intesticiális folyadékot, ami aztán majd egyre nagyobb nyirokerekbe kerül a truncus intestinalisba, és azon keresztül majd a fő nyirok értősbe, a ductus thoracicusba, és úgy be a keringésbe. A lébelkőn kriptákra rátérve itt több képet is látunk ezekről a mirigyekről, Glandulae intestinalis, még egyszer a nevük, és hát a nevüket onnan kapták, hogy kriptákhoz hasonlóan néznek ki, tehát ilyen egyszerű csöves mirigyekről van szó. És lehet már látni ezeken a képeken is, hogy nagyon jellegzetes sejtek is bélelik ezeket a kriptákat, amik erősen eozinofilra festődnek. Ezekről szeretnék most beszélni, hogy milyen sejtek fordulnak elő a mirigyek falában. Egyrésztről lenyúlhatnak a hámsejtek is a mirigyekbe, illetve kehelysejtek is megjelennek a mirigyek falában, amik nyákot termelnek nyilvánvalóan. Aztán enteroendokrin sejtek is nagyon fontosak. Ezekről egy kicsit mi hajlamosak vagyunk megfeledkezni, mert hogy a metszeteinkben ezek nem látszanak, de élettani szempontból nagyon fontosak. A különböző gastrointestinális hormonokat termelik, amelyek a véráramba jutva, illetve parakrin módon is kifejtik a hatásukat. Tehát azt szeretném kérni, hogy néhány példát jegyezzenek meg a hormonokkal kapcsolatban. Aztán a pótlósejtekből történik a hám, illetve a mirigy sejtek pótlása. Ezek ilyen nagyon gyorsan osztódó sejtek,
tehát ezek ilyen differenciálatlan osztódós sejtek, amiknek szintén van klinikai jelentősége, nagyon gyakran ugyanis a citosztatikus kezelés hatására hasmenés alakul ki, aminek a hátterében az áll, hogy ezek a citosztatikumok, amik ugye a gyorsan osztódó sejteket ölik el, ezeket is elpusztítják, és hát a nyálka hátja nem tud még olyan gyorsan regenerálódni. Tehát ez egy gyakori következménye ennek a kezelésnek. És végül ezek a sejtek, amikre az előbb is már utaltam, amelyek a mirigynek így a bazális részén szoktak elhelyezkedni, ezeket hívjuk panet féle sejteknek, amik azért fontosak, mert antibakteriális anyagokat termelnek, úgy mint a lizozim vagy az alfa-defenzin, és ezek nagyon fontosak a bélcsatorna baktérium flórájának a szabályozásában. És ezeket a sejteket jól látjuk is a metszeteinkben, mert az apikális citoplazma területén nagyon sok ilyen, nagyon eozinofil granulumot lehet találni a sejtekben, és ezek mindig ezek az úgynevezett panet sejtek. Itt lehet látni még egyszer ezeket az erősen eozinofil granulumokat a panet sejtek citoplazmájának az apikális részében, illetve hát passal is látszanak egyébként, de itt vigyázni kell a pasfestésnél, hogy ne keverjük össze ezeket a kehely sejtekkel. A kehely sejtek azok még intenzívebben pas pozitívak. Most, hogyha a kriptát és a bolyhot összehasonlítjuk, azért nem olyan nehéz ezeket elkülöníteni egymástól, viszont hogyha keresztmetszetbe kerülnek a meccési síkba, akkor ez néha gondot okoz, és erre készített Horváth tanárnő ilyen gyurma modelleket, hogy ezt jobban értsék, de azt hiszem, hogy könnyű elképzelni azt, hogyha egy nyúlványról van szó, ami a lumen felé türemkedik be, akkor az, hogyha keresztmetszetben egy ilyen nyúlványt elmetszünk, akkor ezek úgy fognak megjelenni, ezek a bolyhok, hogy a közepükben látjuk mindig a lamina propria kötőszövetét, viszont körülöttük látjuk a lument, tehát ez a fehéres gyűrű az egyes bolyhok körül a bél lumene, ellentétben a kriptákkal, amik ugye bemélyedések, tehát és mirigyek, tehát lumenük van, tehát a közepük így módon fehér lesz, és körülöttük viszont látjuk a lamina propria kötőszövetét. Sétáló professzor úr annak idején így különítette el a kettőt, a hallgatóságnak ez így érthető volt, hogy nothing around something, illetőleg something around nothing, ami nagyon jól visszaadja a lényegét az elmondottaknak. Később aztán Tima tanár úr is átvette ezt a nevezéktant. Néhány szót a redőkről is szeretnék még mondani. Itt ezeken a képeken endoszkópos képek ezek, és itt lehet látni ezeket a körkörösen rendezett redőket, hiszen a vékony bélben ez fontos, hogy a szubmukózának a kitüremkedései, a redők azok mindig körkörös elrendeződésűek, tehát plicé cirkulárésznek is szoktuk ezeket hívni, vagy szerzői nevükön Kerkring féle redőknek, és ezek jól látszanak szabad szemmel, kb. 1 cm a hosszuk, de a szövettani metszeteinken nem mindig látszanak, csak akkor, hogyha hossz metszetünk van. Ugye ezt el lehet képzelni, hogyha a bélfalból készítünk egy hossz metszetet, akkor ezek ilyen kesztyűszerű kitüremkedésekként látszanak, viszont hogyha keresztmetszetünk van, akkor vagy pont rámetszünk a redőre, vagy két szomszédos redő között metszünk, tehát akkor nem fogjuk látni a redőket. Tehát ez is segíthet annak megállapításában, hogy kereszt vagy hossz metszet a metszetünk, hogy ha látjuk a redőket, akkor az biztos, hogy hossz metszet. Egyébként ezek sok rugalmas rostot is tartalmaznak itt a szubmukózában, ami egy picit emiatt tud a bélfal tágulni. Tehát a vékony bélben a felület nagyobbítós struktúrákhoz nem csak a mikrobolyhok tartoznak, ugyanazok a legerőteljesebbek, tehát ezek növelik meg a felszínt legnagyobb mértékben. Ugye ezek a sejtek citoplazma nyúlványai 30-szorosra növelik a felszínt.
ezek ugye nyilván csak mikroszkóppal láthatóak, a bolyhok azok már milliméteres nagyságrendűek, tehát ezeket azért szabad szemmel is lehet látni, és a fontos, hogy a lamina propria kitüremkedéséről van szó, ezek körülbelül ötszörösére növelik meg a felszínt, és hát a redők azok pedig centiméteres nagyságrendűek, és hát a felszínnövelő értékük az nem olyan nagy. Ezek után még azt kell megbeszélnünk, hogy hogy különíthetjük el a vékonybél egyes szakaszait egymástól, hiszen az eddig említettek általánosságban igazak a duodénumra, vagyis a patkóbélre, illetve az éhbélre és a csípőbélre is, de vannak jellegzetességek, ami alapján ezeket a bélszakaszokat el tudjuk egymástól különíteni, és ezek a jellegzetességek a szubmukózában találhatóak. Tehát azt kell mindig megnézni, hogy hogy néz ki a szubmukóza, mert hogyha a szubmukózában látunk, mint itt a képen is, ez látszik, nagyon sok mucinózus mirigyet, akkor biztos, hogy a duodénum lesz a metszetünk, vagyis a patkóbél. Ezek a mirigyek, ezek tubuló alveoláris mirigyek, amik belenyílnak a Lieberkühn kriptákba, itt lehet is egy kicsit ezt látni, és ezek nyálkot termelnek, ami hát azért fontos, mert ez a nyálk segít közömbösíteni a gyomorból odaérkezett béltartalomnak a savas kém hatását. Tehát ezeken a képeken is látjuk itt végig a szubmukózában ezeket a mirigyeket. Ez a sárga vonal itt megint nagyjából a bolyhok és a kripták közötti átmenetet mutatja. Itt még annyit szeretnék mondani, hogy vannak olyan duodenum metszeteink, ahol a bolyhok egy picit már szakadozottabbak, tehát ez egy ilyen fixálási artefakt. Sajnos nem sikerül mindig olyan jól fixálni a metszeteket, hogy megmaradjon szépen a nyálkahártya felszíne. A következő bélszakasz az a jejunum, vagyis az éhbél, amire az jellemző, hogy nem jellemzi semmi gyakorlatilag a szubmukózát, tehát itt egy viszonylag jellegtelen szubmukózát látunk. Előfordulhat benne néhány szoliter nyirogtűző, de egyébként nincs semmi különös ismertetőjegye. Az illeumban viszont láthatunk úgynevezett agregált nyirogtűszőket, tehát itt már csoportosan helyezkednek el a nyirogtűszők a szubmukózában. Ezeket Peyer plakkoknak szoktuk hívni, első leírójuk alapján. Azért hívjuk őket plakkoknak, tehát foltoknak, mert nem látjuk ezeket a bél egész széltében és hosszában, hanem csak foltszerűen, tehát itt például nagyjából így lehet elképzelni egy ilyen Peyer plakkot, mégpedig az úgynevezett anti-mezenteriális szélen szoktak ezek előfordulni. Erről majd Bonsteremben hallanak, hogy a vékonybeleknek ugye ezek hasátjával borított bélszakaszok és a hasátja kettőzet, ahol eléri a bélfalat, azt mezenteriális szélnek szoktuk hívni, és a szemközti oldal az antimezenteriális szél is, itt is jól lehet látni ezeket az agregált nyirogtűszőket. Tehát ilyenkor éleumról beszélünk. Viszont nem mindegyik metszetünk olyan, mint amit itt látunk most ezen a képen, tehát vannak olyan metszetek, amikben nagyon szépen látjuk egymás mellett a nyirogtűszőket, de van egy ilyen metszetünk is az íleumból, ahol inkább azt látjuk, hogy a szubmukóza, illetve a nyálkahártya is részben már erőteljesen infiltrált nyirogsejtekkel, az egyes tűszők nem annyira feltűnőek, de ez a metszet is az íleumból készült. Tehát itt is azért tele van a bélfal nyirogsejtekkel. A Peyer plakkok felett egyébként a nyálkahártya szerkezete is egy picit módosul. Ezt látjuk itt ezen a scanning elektromikroszkópos képen, hogy a felszín egy picit ilyen dombszerűen kiemelkedik a Peyer plakkok fölött, tehát ott nem találunk bélbolyhokat, illetve a kripták is hiányoznak erről a területről, hiszen ezek a limfociták annyira infiltrálják a hámot meg a kötőszövetet, hogy elnyomják onnan a mirigyeket.
A hám szerkezetében is van változás, hiszen ezeken a területeken az enterociták közé úgynevezett M-sejtek is ékelődnek, ezek az úgynevezett mikrofolt sejtek, amik onnan kapták a nevüket, hogy nincsen rajtuk mikrobohol, csak ilyen kisebb nyálka, vagy kisebb citoplazma nyúlványaik vannak. Viszont ezekre a sejtekre az a jellemző, hogy a bazális sejtmembrán az így körbe tudja fogni a limfocitákat, tehát a limfociták így egy picit közelebb kerülhetnek a bél lumenéhez, ami az esetleg ott található antigénekkel így jobban kontaktusba kerülhetnek ezek a sejtek. Tehát a lamina propriára jellemző az, hogy nagyon sok mobilis sejtet tartalmaz, amelyek egy része limfocita, más részük antigén prezentáló sejt, vagy nagyon sok a plazma sejt is, tehát ez az immunrendszernek egy nagyon fontos része az ileumban található Peyer plakkok. Tehát a vékony bél szerkezetére összefoglalóan az a jellemző, hogy bélbolyhokat tartalmaz, ami egy nagyon nagy felszínt biztosít a felszívódás szempontjából. A vastag bélben ezzel szemben már nincsenek bélbolyhok. Hát itt sémásan lehet látni azt, hogy a vastag bélnek is hát több szakasza van. Kezdődik a vakbéllel, cőkum, aztán felszálló haránt, leszálló vastag bél, aztán szigma bél és rektum. Ezeknek a szakaszoknak a szöveti szerkezete elég egységes. Egy-két kivétel van, csak például az appendix területe és a rektum disztális része. Ezekről majd külön fogunk beszélni. A bélfal rétegei ugyanazok, tehát ugyanazt a négy réteget találjuk itt is, tehát a nyálkahártya, a legbelső réteg, a tunika mukóza, a hám itt is ugyanaz, tehát egy rétegű, egymagsoros kutikulás hengerhám van az egész bélcsatornában. A hámsejteket itt hívhatjuk kolonocitáknak is. Ami nagyon jellemző a hámra, hogy nagyon-nagyon sok kehelysejt van benne, tehát itt azért dominálnak a kehelysejtek, és a léberkünk kripták is jelen vannak, tehát bolyhok nincsenek, de látjuk a felszínnek ezeket a mirigy-szerű betüremkedéseit, tehát a kripták azok megvannak. A szubmukóza, az lazarostos kötőszövet szintén, és itt is vannak redők, ezt a képen is lehet látni, de ezek a redők, ezek nem futnak teljesen körbe, hanem inkább csak félhold alakúak, ezért ezeket plicé szemicirkulárisnak vagy szemilunárisnak hívhatjuk, mert megszakítja ezeket a redőket, megszakítják az úgynevezett téniák, amik a hosszanti izomrétegnek a megerősödései, erről majd a Bonsteremben fognak részletesebben hallani, meg hát a hausztrákról is, amik két szomszédos ilyen plika közötti kiboltosulása a bélfalnak. Az izomréteg pedig ugyanúgy egy belső körkörös és egy külső hosszanti sima izomrétegből áll. Természetesen itt is megvannak a bélidegrendszer fonatai, és a legkülső falréteg az változhat, vagy szeróza, vagy adventícia. Erről is majd az anatómiából tanulnak, hogy melyek azok a bélszakaszok, amelyeknek van hashártya borítása. A léberkőn kriptákról egy néhány szót szeretnék mondani, hiszen itt ezeket a kriptákat már nem bélelik ki a panetsejtek, tehát megtaláljuk ugyanúgy a hámsejteket, a kehelysejteket, az endokrin sejteket és a pótlósejteket, de jellemzően hiányoznak a panetsejtek. Tehát ha véletlenül látunk ilyet a metszetben, nyilván előfordulhatnak elszórva, de nem jellemző a vastagbélre már. A nyákról még annyit, hogy itt ugye ez a rengeteg kehelysejt termeli azt a sok-sok nyákot, ami a székletnek egy nagyon fontos összetevője, tulajdonképpen a 80%-át alkotja. A féregnyúlványról szeretnék még néhány szót mondani. Ez szintén a vastagbélnek a része, de ugye itt látjuk a képen is, hogy egy ilyen kis, a vakbélnek egy kis nyúlványáról van szó, ahol egy picit változik a fal szerkezet, hiszen
hasonlóan az ileumhoz, itt is rengeteg nyirok-sejtet, limfocitát találunk egyrészt a nyálkahártyában, másrészt a szubmukózában is, de ugyanúgy látjuk a kripták átmetszeteit, illetve hát a hámborítás is ugyanaz. Klinikailag is fontos ez a terület. Egyrészt ugye, bocsánat, tehát klinikailag is fontos, mert nagyon gyakori ennek a gyulladása, tehát az úgynevezett appendicitis, amikor ugye el kell távolítani ezt a féregnyúlványt, és itt szeretném megjegyezni, vagy megemlíteni a galt fogalmát, ami tulajdonképpen a maltnak a része, tehát a mukóza asszociált nyirokszövetnek a része. Ez alatt az összes nyiroksejtet értjük, ami a bélben előfordul, tehát nem csak az appendix vagy az ileum agregált nyiroktűszőiben található limfocitákat, hanem az összes limfocitát, ami vagy szolíter nyiroktűsző formájában, vagy elszórtan elhelyezkedve található a bélfalban. A vastagbél, illetve hát a vékony belek szöveti szerkezetét is azért fontos jól ismerni, mert nagyon gyakoriak a megbetegedéseik. A vastagbélben a polipok, még ezek ilyen jóindulatú elváltozások, viszont a karcinomás elváltozások, azok már súlyos betegségek, és hát nagyon gyakori a kólonkarcinoma. A vékony bél esetében pedig manapság a Crohn betegség alakul ki gyakran, ez egy autoimmun betegség, ami ilyen fekélyes, a bélfal fekélyesedésével jár, illetve a vastagbél területén egy hasonló fekélyes betegség, a colitis ulcerosa, ezek szintén egy autoimmun betegség. Illetve említettem már a bélidegrendszer kapcsán a Hirschsprung betegséget, ami a ganglion sejtek hiányát jelenti a rektum vagy a szigma bél területén, és mivel ezek gátló idegsejtek, ezért ezeken a bélszakaszokon a bélfal tónusosan összehúzódott állapotban van, tehát a felette levő bélszakaszok kórosan kitágulnak, és a széklet nem tud távozni. Ez újszülöttekben szokott előfordulni, és az van a hátterében, hogy a krisztaneurálisból ide vándorló sejtek egyszerűen elfogynak, tehát nem marad már idegsejt ide a bélcsatorna utolsó szakaszára. Ezt műtétileg el kell távolítani, ezt a beszűkült bélszakaszt. És végezetül a rektumról szeretnék beszélni. Ez ugye a bélcsatornának a végső szakasza, amit felszoktunk osztani egy felső intesztinális részre, aminek a szerkezete teljesen megegyezik a vastagbél szerkezetével, tehát erről nem fogok most már külön beszélni, viszont az alsó néhány centiméteres, 4-5 centiméteres szakasza a rektumnak, az úgynevezett canalis analis, az egy picit másképp néz ki, úgyhogy ezt szeretném először ezen a sémás rajzon bemutatni. Alapvetően három zónára lehet ezt felosztani, ezt a csatornát. A legfelsőt úgy hívják, hogy pars columnaris, mert ezen a szakaszon a szubmukózának itt ilyen hosszanti, oszlopszerű redői alakulnak ki, amik egyébként fontosak a végbél zárása szempontjából is, és ér anasztomózisokat is tartalmaznak, amik aztán kórosan ki is tágulhatnak. Ekkor beszélünk aranyérről. Ezek között a redők közötti területet a redők aljában szinuszoknak hívjuk, tehát ezek ilyen bemélyedések, amelyeket ilyen kis zsebes, úgynevezett valvuli análészek választanak el egymástól. Ez kicsit hasonló, mint a zsebes billentyűk szerkezete, tehát ezt lehet a készítményeken látni. Aztán a második szakasza a canalis analisnak azt úgy hívják, hogy pars hemoroidalis, de van egyéb más neve is. Itt szeretném is hangsúlyozni azt, hogy a szövettani könyvekben a nomenklatúra gyakran eltér, tehát
fontos, hogy értsék azt, hogy itt három zónáról beszélhetünk, de hogy melyiket hogy hívják, az eléggé változó. Ezt például zóna szkvamózának is hívják, mert itt már el nem szarosodó laphámot találunk, vagy zóna albának, mert fehér a színe makroszkóposan, de minden esetre ez egy gazdagon innervált, viszonylag érzékeny terület. És a Pars hemorrhoidalis nevet onnan kapta, hogy az aranyeres csomók azok itt szoktak megjelenni ezen a részen. És a legkülső része a canalis analisnak a Pars cutanea, ami gyakorlatilag már bőrnek felel meg. A linea pectinát, tehát jelöltem itt be zöld szaggatott vonallal, ami tulajdonképpen a kolumnáris és a hemorrhoidális zóna határát jelöli, és a nevét onnan kapta, hogy ez egy ilyen fogazott, fésűszerű átmenetnek felel meg, ugye linea dentátának is hívják, ami egy fontos határ, egyrészt fejlődéstanilag is, itt volt valaha a kloákamembrán, tehát az e fölötti területek, nél a hám az endodermális eredetű, alatta pedig ektodermális. És hát a vérrelátásban is itt van egy átmenet, erről majd anatómiából tanulnak. Fontos még megjegyezni, hogy az ánusznyílás körül izmok találhatók, tehát a szfinkter izmok, a záróizmok, ebből van egy belső és egy külső. Ezeket lehet a következő képen is látni, szövettani metszeten. Ez a metszet egyébként egy újszülött rektumból készült, egy hossz metszetről van szó, itt lehet látni a kép bal oldalán, itt lenne a lumen, ami azért nem egységes, mert a benyúló kolumnák ilyen szigetszerűen felszabdalják a lument, tehát ezek itt tulajdonképpen a kolumnáknak az átmetszetei, amiket látunk, itt lenne az ánusznyílás alul, és aztán a szubmukóza külső oldalán látjuk a szfinkter ani internus sima izom szövetét, ez tulajdonképpen a belső körkörös sima izom réteg folytatása. Ettől kifelé pedig a szfinkter ani externus található, ami felnőttben vázizom, tehát akaratlagosan szabályozható, viszont körbeveszik ilyen parítjaszerűen ezeket a vázizomrost kötegeket a külső hosszanti sima izom folytatásai. Fontos viszont megjegyezni, hogy a mi metszeteink újszülött rektumból készültek, tehát ebben az esetben még sima izom formájában látszik az a szfinkteráni externus. Helyenként látjuk azért már a kialakult vázizomrostok keresztmetszeteit. A rektum területén a hám is változik, tehát a canalis analis területén, mégpedig úgy, hogy a pars intestinalisban jelenlevő és az egész béltraktusban jelenlevő egyrétegű, egymagsoros kutikuláris hengerhám átmegy a kolumnák tetején egy több rétegű, el nem szarosodó laphámba, de ez csak felnőttek esetén van így, az újszülöttekben és így a mi metszeteinkben is ezen a területen több rétegű hengerhámot fogunk látni. Tehát, hogyha kinagyítják majd a kolumnákat, akkor lehet látni szépen ezt a több rétegű hengerhámborítást a kolumnák felszínén, mert a kolumnák közötti színuszokban még az az eredeti egymagsoros hám fog látszani. És aztán, hogyha tovább megyünk a zóna hemoroidális területére, ott már egyértelműen látjuk újszülöttben is a több rétegű el nem szarosodó laphámot, a bőr területén pedig ez átmegy elszarosodó laphámba, és ott természetesen a bőr egyéb járulékos mirigyeit és szőrtisztőit is látni fogjuk. Klinikailag nagyon fontos az aranyerekről szólni, ezt majd otthon tanulmányozhatják, ez alatt a link alatt egy aranyér műtétet lehet megnézni. És hát végezetül még egy gyors összefoglalás a gyomorbéltraktus szöveti szerkezetéről. Itt sémáson is látjuk ezt a jobb felső sarokban. Fontos
az elkülönítés, a meccetek elkülönítésében, hogy a muszkuláris mukózé az jellemző az egész gyomor-béltraktusra, és azon belül viszont, hogy az egyes mecceteket el tudjuk különíteni egymástól, érdemes megnézni a falrétegekben, hogy a falrétegeket, hogy látunk-e például bélbolyhokat, mert hogyha látunk bélbolyhot, akkor biztos vékony bélről van szó, és megbeszéltük, hogy a három vékony bélszakasz hogy lehet egymástól elkülöníteni. Hogyha viszont nem látunk bélbolyhokat, akkor vagy a gyomor, vagy a vastag bél jön szóba. A hámot természetesen meg kell nézni, mert a gyomorban ugye elválasztó hámot találunk, a kólomban pedig a bélcsatorna jellegzetes hámját. A kardiát könnyű felismerni a hám átmenet miatt. A gyomorból is van több metszetünk, itt a nyálkahártyát kell megnézni, és hogyha látjuk ezt a jellegzetes tagozódást a nyálkahártyában, hogy felül inkább eozinofila megjelenése a foveola gastricék miatt, középen inkább világos, alul pedig bazofil, akkor az a korpusz fundusz területére utal, hogyha csak két részre lehet a nyálkártyát felosztani, foveolákra, illetőleg a fehéres megjelenésű rigyekre, akkor az a pilórusra jellemző. A kólon esetében pedig egységes a nyálkahártya, hiszen itt a Lieberkühn kripták egészen lenyúlnak a muszkuláris mukózé területére. Jó, köszönöm szépen a figyelmet!